A pénzügyőrök legutóbb egy dél-amerikai drogkartelt is lelepleztek, a bűnszervezet részt vett az ukrán-magyar határszakaszon a cigarettacsempészet pénzelésében. A bűnbanda a drogból származó pénzt mosta a cigarettacsempészettel, az Ukrajnából, Szerbiából származó illegális jövedéki terméket Nyugat-Európába szállították volna tovább. Az esetről a NAV bűnügyi sajtószóvivője számolt be. Az illegális cigarettabehozatal idén rekordra jár. 154 millió szál cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök itthon, ennek 90%-át az Észak-Alföldi régióban. A felderítés, a bizonyítékok összegyűjtése több, akár 9-12 hónapig is eltarthat a csempészettel összefüggő ügyekben. Az elmúlt időszakban 8-10 olyan szervezetet is azonosítottak a nyíregyházi pénzügyi nyomozók, amelyek cigarettacsempészetre szakosodtak. Habár látványos dolog lefoglalni több százezer doboz cigarettát, de fel kellett ismernünk azt, hogy ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy visszaszorítsuk a csempész tevékenységet, hiszen az eljárás alában személyeken keresztül nehéz felgöngyölíteni a szervezetet, mivel ők csak végrehajtók. Ezért új stratégiát dolgoztunk ki már egy ideje, aminek éppen az a fő célja, hogy a bűnszervezetek munkáját megnehezítsük, a csoportokat beazonosítsuk, és felszámoljuk az ezzel foglalkozó bűnszervezeteket. A jövedéki termékkel való visszaélés az Észak-Alföldi régióban a leggyakoribb. 137 kilométeres határszakasz, amely a magyar-ukrán határ, uniós külső határszakasz is egyben, így a hazánkba és az Európában irányuló cigarettacsempészetnek legkritikusabb területe, hiszen az Észak-Alföldi régióban az összesen lefoglalt cigaretta körülbelül 90%-a innen származik. A témát folytatjuk itt a stúdióban, Simon Béla a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Az Észak-Alföldi régióban ezek az adatok jellemzőek egyébként, általában mindig több a csempészettáró, vagy mindig több csempészáró találnak, mint más területeken, de az nagyon beszédes, hogy idén 4 hónap alatt annyi dohányt foglaltak le, mint az előző 2 évben összesen. Ez a számok tükrében mit jelent ez a tendencia? Ez pontosan így van, 2014 évben 5,2 tonna, 2015 évben 5,6 tonna, míg idén éppen csak, hogy átléptünk a második fél évbe, de már 16 tonna dohánylevelet, illetőleg cigarettát foglaltunk le a térségben. Ebben a térségben mindig ilyen magas számok a jellemzőek, tehát hogyha arányait nézzük, nyilvánvalóan határmenti térség vagyunk, határmenti szakasz, ahogyan itt a szóvivő hölgy is elmondta. Ennek érdekében, vagy éppen ezért van-e egyfajta megerősítés ezen a területen? Mi a jellemző? Azt hozzá kell tenni még a statisztikához, hogy az illegális cigaretta mennyiség 90%-a, ugye, ahogy el is hangzott, az Észak-Alföldi térségben kerül lefoglalásra. A hazai dohány 85%-át egyébként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetőleg Hajdú-Bihar megyében termesztik. A pénzügyőrök lefoglalásán túl egyébként a NAV pénzügyi nyomozói is foglalnak cigarettát. Ez a számok tükrében néha jóval meghaladja, mint amelyet a pénzügyőrök lefoglalnak. Tehát egy-egy nyomozás alkalmával felmerül plusz olyan információ, aminek során jelentős mennyiségű cigarettát tudunk foglalni. Hogyha még mindig egy nagyon picit a statisztikánál maradunk, mert azért ez fontos, a magyar-ukrán határszakaszt nézzük, akkor milyen mennyiségű cigaretta jön be illegálisan általában, vagy mire vannak felkészülve, vagy mi az, amit tudnak? Nyilvánvalóan nem is lehet mindent elmondani bizonyos témákról, bizonyos ügyekről. Ez valóban így van. Viszont naprakész információval rendelkezem. A tegnapi nap során egészen pontosan 31 millió 500 ezer szál cigaretta, amelynek értéke körülbelül 1,6 milliárd forint. Tehát a tegnapi napig ilyen mennyiségű cigaretta került lefoglalásra. Ez valószínűleg ebben a percben is változott, tehát ennek mértéke nőtt. Hogyan vannak ezekre a hatalmas számokra felkészülve, vagy milyen tanácsokkal, milyen instrukciókkal vannak önök ellátva, nem lehet könnyű a munkájuk napi szinten? Ez valóban így van, tehát olyan mértékben nem, hogy ez az évünk is mozgalmasan indult. Tehát 2016. januárjában egy hét leforgása alatt olyan mennyiségű cigarettát sikerült lefoglalnunk, amelynek az illegális forgalomba történő kerülése esetén forint milliárdokkal rövidítette volna meg a magyar költségvetést. Említhetek-e nagyobb eseményeket, amelyekben részt vettek a NAV pénzügyi nyomozói? Egy pár példát elmondanék. Kronológiai sorrendben a következők lennének.
Az első az januárban történt, ugye Hajdúszoboszló térségében a 4-es számú főúton egy olyan kamiont állítottak meg, ami a dokumentumok szerint Romániából hozott be vízlágyító készülékeket, azonban a szállítmány ettől sokkal értékesebb volt, 425 ezer doboz cigaretta került elő, több mint 500 000 forint értékű lefoglalást tudtunk foganatosítani. A következő nagyobb lefoglalásunk, ez az M3-as autópálya Görbeházi térségében volt. Itt egy olyan debreceni illetékességű férfi személygépkocsiját sikerült feltartóztatni, akinél 14.500 doboz cigarettát találtunk, ezen kívül pedig kulcscsomót. Hogy a kulcscsomónak miért van jelentősége? Az egyik kulcs egy olyan garázs nyitott, ahol további 18.000 doboz cigarettát sikerült fellelnünk, illetőleg 1,2 tonna dohánylevelet is sikerült lefoglalnunk. Tehát jellemző az, elnézést, mert ez így megindítja az ember gondolatait, hogy jellemző az is az általam említett bűnszervezetnél is, hogy itt Magyarországon bizonyos raktárhelyiségekben tárolják a cigarettát. Hová megy a cigaretta, vagy hová vezet az út tovább? Mi a jellemző? Ez jellemzően ugye a határmenti falvaknál deponálják nagyobb mennyiségű cigarettát, ami esetleg egy-egy esetben több 10.000 doboz is lehet. Ezt követően, miután összegyűjtik, a Budapest térségébe, illetőleg nagyobb városok térségébe kezdik el értékesíteni. Tehát ez marad Magyarországon, vagy pedig akár tovább is mehet? Zömmel Magyarországon marad, én azt mondom, tehát hogyha abban az esetben, hogyha határmenti falvaknál összegyűjtött cigaretta mennyiségről beszélünk, akkor zömmel hazánkban marad sajnos ez a mennyiség, de elképzelhető, hogy tovább a nagyobb haszon reményében a nyugat felé tovább viszik. Mi a nehezebb egyébként megtalálni ezeket a szállítmányokat, ezeket a raktárakat megtalálni, vagy sok esetben már csak az értékesítés során találnak rá a csempészetárura? Jellemző ugye a mi térségünkre a zöld határon történő csempészet. Ez sokkal másabb, mint a határátlépések alkalmával felderített csempészetek. Sokkal bonyolultabb, szisztematikusabb munkát igényel, hiszen olyan elkövetői csoportok dolgoznak a határon, amelyek jól szervezettek, technikailag jól felszereltek, szuper jó gépjárművekkel rendelkeznek, illetőleg olyan eszközöket is bevetnek, amelyeket már mi is használunk, tehát ilyen például az éjjellátó készülék. És az ő felderítésükre nyilvánvalóan sokkal nagyobb gondot kell fordítanunk. Egyébként az eszközállományuk megfelelő, mert erről a sajtóban többször szó esett, hogy igyekeznek önöket ellátni a legkorszerűbb eszközökkel, felderítő eszközökkel. Mi a jellemző most? Ez valóban így van. Nagyon modern technikai eszközökkel rendelkezünk mi is. A NAV tavaly nagyobb beruházást is eszközölt éjjellátó készülékek, hőkamerák vonatkozásába, illetőleg a NAV pénzügyi nyomozói drónokat is használnak. Ezen túlmenően pedig a közeljövőben, pontosan itt az ukrán határszakaszon, a légpárnás hajó is lassan szolgálatba fog állni. Egyébként van-e olyan időszak az évnek, olyan időszaka, amikor fokozottabban figyelnek, ellenőriznek, illetve dolgoznak a pénzügyőrök is, ha már így kérdem? Ugye a pénzügyőröket a pénzügyi nyomozóktól kicsit el kell választani, el kell különíteni, hiszen a pénzügyőrök ők a határon dolgoznak, illetőleg a határon túlmenően a mélységben is. Mi a pénzügyi nyomozók azok vagyunk, akik ezeket a felderített bűncselekményeket, illetőleg az általunk felderített bűncselekményeket nyomozzuk le. Mi ugye 7 nappal átéve dolgozunk, tehát nem pihenünk, úgyhogy ezt is üzenjük itt a televíziókészüléken keresztül, hogy üzenem a bűnbandáknak, hogy nem alszunk és résen vagyunk. Vannak-e olyan módszerek, eljárások, amit újszerűen használnak, alkalmaznak, nyilván, amit itt egy ilyen tévéműsorban el lehet mondani? Mi a jellemző? Igen, kicsit átalakult, ugye, mint ahogy a NAV bűnügyi szóvivője, a dr. Sárközi Alexandra is említette már a bevezető riportba. Új stratégiát kellett váltanunk. A korábbiakban gyönyörű szép számok voltak a több százezres felderített cigaretta szállítmányok, viszont be kellett látnunk, hogy ezzel a bűnszervezeteknek a cigaretta csempészetét nem tudtuk visszaszorítani. Azonban ezzel az új módszerrel, ezzel az új csapással, amit mérünk ezekre a bűnszervezetekre, alapvetően abból áll, hogy az egész csoportnak a
személyét próbáljuk felderíteni. Tehát korábbiakban nyilván a végrehajtókat sikerült elfogni, akik legtöbb esetben azt sem tudták, hogy honnan származik a cigaretta, honnan származik a szállítmány, illetőleg hát kik az intézők. Úgyhogy az új csapással sikerült kompletten az egész szervezetet felszámolni, és az egy-egy térségből kiemelni őket a vezetőjükkel együtt. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélgethetünk erről a témáról ilyen szemszögből. Lehetne még mit beszélgetni, hiszen ez egy jelentős összegű költségvetési kár, amiről beszéltünk. Ez valóban így van. Köszönöm a meghívást.